Sokszor jelent problémát, ha a kis településeken nincs kisbolt, vagy az nem olyan felszerelt, amely megfelelő lenne a lakosoknak. A kormány ez évtől a Magyar Falu program keretein belül támogatja ezeknek a fejlesztését, vagy az egység újranyitását. Erre a működő kisboltoknak is szükségük van, árulta el Juszkóni Hogya Viktória, Nagyrozvágyegi kisbolt tulajdonosa. Nagyon jó ötletnek tartom, azt gondolom ebben a nehéz helyzetben szükséges, hogy a kisboltok támogatáshoz juthassanak. Igaz, megemlítem, hogy a múlt évben zárult le egy líderes pályázatunk, nagyon örültünk neki, éltünk a lehetőséggel. Eszközbeszerzésre került sor a tevékenységünkhöz, ami szükséges volt, de további fejlesztésre szükségünk a működésünkhöz, és vannak is terveink. Ki is fogjuk használni ezeket az állami támogatásokat. Attól függetlenül, hogy az üzletben már voltak fejlesztések, arra törekednek a továbbiakban is, hogy a vásárlók igényeinek megfelelően tudjanak eszközöket beszerezni. Erre is segítséget nyújthat a pályázat. Fontos lenne egy energetikai fejlesztés, amivel tudnánk csökkenteni a rezsiköltségünket, és további szolgáltatásokat szeretnénk még bevonzani ide a tevékenységi körünkben. Célunk az, hogy vásárlóink itt helyben minél több szolgáltatáshoz hozzá tudjanak jutni. Szeretnénk, hogyha tényleg itt helyben, a faluban elég sok mindent el tudnának intézni a vásárlók, hogy nem kellene elutazni a környező településekre. Nem mindenki tudja ezt megtenni, nem mindenkinek áll rendelkezésre autó, egyre több az idős, segítségre van szükségük. A bolt tulajdonos elárulta, hogy a meglévő szolgáltatásait a továbbiakban bővíteni szeretné. Jelenleg vény nélküli gyógyszereknek a forgalmazása zajlik a tevékenységi körünkben, elérhető jelenleg is a boltunkban, tehát ez most ennek a fejlesztése nem szükséges, de további más fejlesztés terben van véve. Hűtőszekrényeket szeretnénk még továbbiakban vásárolni, további polcrendszereket, meg olyan eszközöket, amivel sokkal hatékonyabban tudjuk kiszolgálni a vevőinket. A Magyar Falu program keretein belül egy kisbolt akár 70 millió forintot is nyerhet. Ezt a kisbolt további fejlesztésekre és bővítésre fordíthatja, ezzel a vásárlói körének igényeit kielégítve.